Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Lakókocsi fordult keresztbe csütörtökön kora délután az M5-ös autópályán. Két ember megsérült. Kecskemét az autótolvajok második legkedveltebb városa, csak Budapest előzi meg a híres várost. Kiválóan sikerült az új helyen megtartott Majális Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidő Központ megtelt látogatókkal. Lakókocsi fordult keresztbe csütörtökön kora délután az M5-ös autópályán. A balesetben két ember megsérült. Az érintett útszakaszon teljes pályazár volt életben. Egyelőre a baleset pontos okai nem ismertek. A lakókocsi délután 1 óra körül a külső sávban haladt Szeged felé. A sofőr hirtelen elrántotta jobbra a kormányt, majd ezt követően, hogy elkerülje az árkot, balra próbált korrigálni, ami miatt neki ütközött a szalagkorlátnak. Megpördült és az úton keresztbe fordult. Szerencsére ekkor nem ütközött újabb járművel, de ketten így is megsérültek a balesetben. A sofőr jelenlegi információink szerint nem volt ittas. A baleset miatt több kilométeres sorok alakultak ki az autópályán. Kecskemét az autótolvajok második legkedveltebb városa. Budapest után nálunk történt a legtöbb autófeltörés, autólopás 2018-ban, derült ki a prevenciós bűnözés statisztikai adattárból. Televíziónk igyekezett utána járni, mit jelent mindez számokban Kecskeméten, és mennyire aggasztja a lakókat. Kecskeméten volt 2018-ban a legtöbb autólopás, autófeltörés Budapest után. A prevenciós bűnözés statisztikai adattár adatsoraiból kiderül, hogy 102 autót loptak el, törtek fel tavaly a megyeszékhelyen, ami a fővárosi tizede. Megkérdeztük a járókelőket, ők mit tapasztaltak. Szomorú, hogy sok autót ellopnak a városba. Nem tudom, mit lehetne tenni, kamerák, közbiztonság, járőröző rendőrök esetleg. Valami ilyesmi. Hál' Istennek így az ismertségi körben ezt én nem érzem, remélem a jövőben se fogom, és remélem, hogy ha ilyen történik, akkor a rendőrség erre jobban rá, mint mondjuk eddig, és akkor hamarabb belül kerülnek a dolgok. És akkor reméljük, hogy Kecskemét is egy kicsit hátrébb fog szorulni ebben a statisztikai mutatóban. A megkérdezettek bíznak a rendőrség munkájában, és abban, hogy az autófeltörések száma vissza fog szorulni. Mindenféleképpen, hiszen ők azok, akik eljárhatnak hivatalosan. Én nem tehetek semmit, maximum megvárom, míg eredmény születik. Az nem biztos, hogy egyet értek majd vele, ez majd kiderül. Hát remélem, hogy számíthatok, hát csak ez egy remény, halvány remény, igen. Van, aki szerint az autósok is sokat tehetnek a biztonságért. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, nagyon lesújtó. Nagyon lesújtó. Én azt hiszem, hogy talán lehet, hogy az autósok is kicsit biztonságosabban lezárhatnák az autót, gondolok itt a kormányzárra például. Azért azt elég nehéz föltörni, nekünk volt ilyenünk. Egyszer megpróbálták elvinni az autót, de rajta volt a kormányzár, és így ott maradt. Összességében csökkent a magyarországi gépkocsi feltörések és lopások száma. 2010-ben még közel 17 ezer esetet regisztráltak a hatóságok, azóta viszont évről évre csökkent a szám. Vélhetően a technikai fejlődés, az új riasztók és a GPS-es nyomkövetés elterjedése játszik közre. A statisztikával kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságot, hogy melyek a legveszélyesebb környékek, és hogy tényleg ennyi eset történt-e. De nem kívántak nyilatkozni. Azt írták, hogy autólopás, autófeltörés, mint minden más bűncselekmény esetén az állampolgároknak azt javasoljuk, hogy haladéktalanul tegyenek bejelentést a rendőrségen személyesen, vagy az ismert segélyhívó számok valamelyikén. A rendőrség hivatalos weboldalán megtalálható bűnügyi térképen azonban pontosan megtekinthető, hogy hol és mikor történtek bűnesetek a városban. Egyébként idén megyei összehasonlításban Pest a második a főváros után 285 esettel, utána pedig Bács-Kiskun 169-el. Így a második legveszélyesebb város mellett a második legveszélyesebb megye is a miénk.
Másfél év felfüggesztettet kapott a kecskeméti törvényszéken az a nyárlőrinci férfi, akit életveszélyt okozó testi sértéssel vádolt az ügyészség. A vádlott a mai előkészítő ülésen a bűnösségét beismerte és lemondott a tárgyalásról. Az ítélet szerint a vádlott, aki őstermelő Nyárlőrincen, a rendszeres terménylopások miatt kamerát szereltetett fel területére, ami a mobiltelefonján keresztül 2018. július 4-én jelezte, hogy az ingatlanáról egy gépkocsi barackkal teli ládákkal távozott. A vádlott a polgárőrség egyidejű értesítése mellett a helyszínre sietett, és a feltételezett elkövetőt a gépkocsija lehúzott ablakán keresztül megütötte, aminek következtében a sértett életveszélyes sérülést szenvedett. A bíróság a vádlottat 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, egyúttal előzetes mentesítésben részesítette. Kerékpárját elkobozta, majd combon rúgta áldozatát az a 29 éves kecskeméti férfi, aki az utcán öccse versenykerékpárját vélte felfedezni egy férfinél. A kecskeméti járási ügyészség önbíráskodás büntette miatt vádat emelt a férfivel szemben. Vádat emeltek egy 29 éves férfi ellen, aki 2017 májusán az utcán megszólított egy embert, aki ismerős a sárga versenykerékpárjával várakozott egy lépcsőház bejárata előtt. A vádlott számon kérte a férfin, mit keres nála az öccse kerékpárja, majd áldozatát combon rúgta, aki ennek hatására a kerékpárral együtt a lépcsőre dőlt. Az erőszakos férfi kijelentette, hogy őt nem érdekli, ki a kétkerekű tulajdonosa, csak azt hajtogatta, hogy ez az öcséjé. A vádlott ezután közölte a sértettel, hogy ezt most elkobzom tőled, majd fogta a kerékpárt és távozott a helyszínről. A többszörös különös visszaeső vádlottat az ügyészség önbíráskodás büntetével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A még szabadlábon lévő férfi bűnösségéről a kecskeméti járásbíróság dönt majd. A biciklit az eljárás során a vádlott visszaadta jogos tulajdonosának. Színpompás tavaszköszöntő felvonulással indult és estig tartó gazdag programokkal folytatódott a városi majális. Bár a megszokottnál kicsit hűvösebb idő volt, sokan látogattak ki a Benkó Zoltán szabadidőközpontba május 1-én. Sikítozó gyerekektől, néptánctól és népzenétől volt hangos a kecskeméti majális. A programsorozat már délelőtt 10 órakor elkezdődött, akkor indult el a tavaszköszöntő felvonulás a főtérről a Benkó Zoltán szabadidőközpontig. A Kecskemét táncegyüttes tagjai a hegedűs együttes kíséretével ropták végig az utat, majd a hagyományok szerint május fatáncot jártak. Komoly fejtörést okozott nekünk, hogy hogyan is tudjuk megoldani ezen az új helyszínen a majálist, és azt kell mondanom, hogy a kecskemétiek rögtön visszaigazolták, hogy ez a lehető legjobb ötlet volt. A területet úgy osztottuk be, hogy minden korosztálynak, minden érdeklődésű embernek külön-külön helye legyen. A programok is úgy állnak össze. A Kecskemét táncegyüttes szemet gyönyörködtető műsora után a Kecskeméti Városi Fúvós Zenekar és az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola produkciója szórakoztatta a majálisozókat. Jól sikerült a TST táncegyüttes flashmobja is. Délután pedig további izgalmas programokon vehettek részt a vendégek. Körhinta, kirakodóvásár és 3 vetélkedő is várta a kecskemétieket, ezúttal a Szabadidőközpont Tó Hotel felőli területén. Mindezek mellett részt lehetett venni Kádár Ferkó fotószínházában, és még sárkányhajózni is lehetett. De olyan programokkal is készültek a szervezők, amelyek eddig nem voltak láthatóak a munkaünnepén. Ezt a Jurassic Parkból hoztuk, megmondom őszintén, szerződést kötöttünk a Jurassic Parkkal. Egyenesen idejöttek Amerikából, vagy nem is tudom pontosan hol volt ez a Jurassic Park, eldugott helyen volt, de itt vannak, itt láthatók élő nagyságban az összes olyan dinoszaurusz, amiről egyáltalán hallhattunk. A fiatalok is jól érezték magukat. A Dodge-em tetszett nekem a legjobban, azért, mert egyedül is tudtam most már vezetni. És sokat koccantál másokkal? Igen. De nem fájt, nem sérültél meg? Nem. És a felnőtteknek mi tetszik a legjobban? Azt, hogy a gyerekek örülnek. Egész nap 2 gólyalábas szórakoztatta a közönséget, a majálist pedig este 17:00-kor a The Beavers koncertje zárta.
Rendhagyó anyáknapi köszöntéssel készültek a Kinderovi gyerekei, ugyanis egy flashmob keretén belül adták elő az ünnepi dalt. A szív alakú formációban a bölcsödések és az óvodások vettek részt. Ezzel az ünnepi flashmobbal készültek a Kinderovi bölcsödése és óvodásai anyáknapja alkalmából. A rendhagyó műsoron 110 gyerek vett részt, akik a Tavaszi szélvizet áraszt című dalt énekelték el szív alakban. A Kinderovi már majdnem 19 éve van jelen Kecskeméten. Az intézménybe járó különböző nemzetiségű gyerekek minden nap tanulnak németül is. Céljuk, hogy a piciket a 3 éves nevelési folyamatban felkészítsék az idegen nyelv alapszintű használatára. Az intézmény vezetői számára fontos a kétnyelvűség speciális képességeinek erősítése, valamint a német kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása mind a hétköznapi tevékenységrendszerben, mint pedig az ünnepeken. Idén a hagyományos anyáknapi műsor mellett ezzel a rendhagyó műsorral is kedveskedtek a gyerekek, az anyukáknak és a nagymamáknak. Bolondban lakók lepték el Kecskemét főterét csütörtökön. A végzősök vicces jelmezekbe bújva önfeledten búcsúztatták középiskolai éveiket, megmosolyogtatva a járókelőket is. Katona, zsiráf, minyon, de még unikorn is jelmezbe bújt végzőssel is lehetett találkozni. A Kadaelek közgazdasági szakgimnázium egyik osztálya a 0 km kőnél kezdett el bulizni, majd indultak tovább a Katona József színház irányába. A Kossuth szobornál találkoztak egy másik kadás osztállyal, és közösen ropták tovább mulatós zenére. Adásunk ideje alatt pedig a végzősök szerenáddal köszönnek el tanáraiktól. Kedden este megtartották a híres kecskemétiek pódiumbeszélgetés sorozat áprilisi rendezvényét a Híres Város Turisztikai Központban. Kriskó János ezúttal 4 a maga területén komoly sikereket felmutató helyi polgárral beszélgetett. A beszélgetés sorozat Kis János evangélikus lelkésszel kezdődött, aki 1988 óta szolgál Kecskeméten. A több mint 30 év alatt számos fontos feladatot oldott meg a templom felújítástól az új gyülekezeti ház kialakításáig. Az 500 családból álló gyülekezet nagy része a Szórványban él. Kis Jánost 2014-ben a Déli Egyházkerület az év lelkészévé választotta. Számos közéleti funkciót is betöltött, ő volt az Európa Jövője Egyesület első elnöke. Az est második vendége Lóránt Klára muzeológus, a Bozsó gyűjtemény igazgató kurátora volt. A művészettörténészi és néprajzos végzettségű vendég beszélt Bozsó Jánoshoz és az általa létrehozott egyedülálló gyűjteményhez fűződő viszonyáról, a gyűjtemény mai feladatairól, városi kultúra szervező és értékmentő munkájukról. Gyermekével, Bozsó Jánossal sokat tesznek a Bozsó hagyaték minél szélesebb körű megismertetéséért, a kiváló adottságú kiállítóhely nívós kiállításokkal való megtöltéséért. A záró programban a kecskeméti diák színjátszás két meghatározó személyiségével, Orbán Edittel és Sárosi Gáborral találkozhatott a közönség. Anya és fia ugyan más utakon és más eszközökkel, de egyaránt azon dolgoznak, hogy a drámapedagógia eszközeivel minél több kecskeméti középiskoláshoz eljussanak. Az ő munkásságok eredménye, hogy Kecskemét az ország egyik meghatározó diákszínjátszó központjává alakult. Az est végén Orbán Edit két sikeres tanítványa, Kis Nikolett és Bartus Bertala mondott verset. A sorozat évadzáró eseményére május 29-én kerül majd sor. Alapításának 65. évfordulóját ünnepelte a Kecskeméti Spartakos Sportkör és Közösségi Tér. Ennek alkalmából szerdán több helyszínen is ünnepeltek a tagok. Zárásként a Bajor étteremben tartottak fogadást. Az 1953-ban alapított Kecskeméti Spartakos Sportkör és Közösségi Tér május 1-én ünnepelte alapításának évfordulóját. Az asztali teniszezők ennek keretében egész nap izgalmas programokkal várták a tagokat.
11 és 15 óra között a kecskeméti Spartakus sportkör mindenkori játékosai mérkőztek meg egymással, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig izgalmas csatákat láthattak a szurkolók. Mintegy 30-an vettek részt a mérkőzéseken. Köztük Dékány Ferenc, a 2018-as év életműdíjasa, asztali teniszedző, aki a pályafutása kezdetéről is beszámolt kameránknak. Faütővel kezdtem pingpongozni, és még mint érdekességet, a törvényszék dísztermébe volt fölállítva állandóan 7 asztal, és ott pingpongoztunk, ott kaptunk lehetőséget arra, hogy bejárjunk asztali teniszezni. 5 órától a Bajor étteremben tartott fogadást az Egyesület, ahol a kiemelkedő teljesítményt elért játékosokat jutalmazták, majd Grossán Pál mutatta be asztali teniszkönyvét a kecskeméti Spartakus történetéről. Az eseményen a városvezetés Zeberényi Gyula Tamás Kecskemét alpolgármestere képviselte. A fogadás legfiatalabb résztvevője 10, a legidősebb 80 éves volt. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Lakókocsi fordult keresztbe csütörtökön kora délután az M5-ös autópályán. A balesetben 2 ember megsérült, az érintett útszakaszon teljes pályazár volt életben. Kecskemét az autótolvajok második legkedveltebb városa. Budapest után nálunk történt a legtöbb autófeltörés, autólopás 2018-ban, derül ki a prevenciós bűnözés statisztikai adattárból. Kiválóan sikerült az új helyen megtartott majális Kecskeméten. Az ünnepi felvonulást követően a Benkó Zoltán Szabadidők Központ megtelt látogatókkal. Bolondballagók lepték el Kecskemét főterét csütörtökön. A végzősök vicces jelmezekbe bújva önfeledten búcsúztatták középiskolai éveiket, megmosolyogtatva a járókelőket is. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kiemelő című magazinunkkal folytatjuk a hírórát. Mai műsorunkban Falu György önkormányzati képviselő lesz vendégünk, akivel az elektromos autókkal kapcsolatos szabályozásokról beszélgetünk majd. Ezt követően megmutatjuk, hogyan ünnepelhettük a majálist Kecskeméten a Vadaskertben, és egy ifjú zongorista tehetséget is bemutatunk majd. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti.tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát este 7-kor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken megnövekszik a felhőzet, és nyugat felől egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. A nyugati-délnyugati szél sok felé erős helyenként viharos lehet. Délután 15-24 fok várható, északnyugaton lesz hűvösebb. Szombaton főként záporok, zivatarok formájában hullhat le a csapadék. A déli szél élénk helyenként erős lehet, a csúcshőmérséklet 13-23 fok között alakulhat. Ismét északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Vasárnap keleten még 17-20 fokig melegedhet a levegő, eső zápor továbbra is sok helyen kialakulhat. Keleten és a Duna-Tisza közén zivatarok is lehetnek, hétfőn még több helyen eshet, ezt követően azonban egyre kevesebb csapadék ígérkezik.
125 évvel ezelőtt hunyt el Miklós Gyula szőlész, királyi tanácsos, borászati kormánybiztos. A 19. század utolsó évtizedeiben a filoxéra pusztításának meggátolására, a károk megfékezésére, a szőlő és bortermesztés korszerűsítésére, gazdaságosabbá tételére nevezték ki kormánybiztosnak. Ő felügyelte az állami szőlőtelepeket is. 1880-ban határozott úgy, hogy Kecskemét közelében, filoxéramentes homoktalajon szőlőtelepet hoz létre. A Kecskemét vidéki gazdasági egyesület szorgalmazására a híres város 200 hold területet ajánlott fel Szarkás és Úrjegy között. A telepet, melyet a létrehozásában döntő szerepet játszó kormánybiztosról Miklós telepnek neveztek el, 1884. szeptemberében avatták fel. Miklós Gyulának nagy szerepe volt a magyar szőlő és borkereskedelem fellendítésében, a magyar konyakipar megteremtésében is. Korszerűsítette a szőlészeti és borászati szakemberképzést, nevéhez fűződik az országos központi mintapince felállítása és a borászati törzskönyv összeállítása. Miklós telepen szobrot állítottak emlékének. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Műsorunkat Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk. Mai műsorunkban Falu György önkormányzati képviselő lesz vendégünk, akivel az elektromos autókkal kapcsolatos szabályozásokról beszélgetünk majd. Ezt követően megmutatjuk, hogyan ünnepelhettük a mai állist Kecskeméten a Vadaskertben, és egy ifjú zongorista tehetséget is bemutatunk önöknek. Már is kezdünk! Mai vendégünk Falu György, önkormányzati képviselő, aki saját maga is elektromos autóval közlekedik. Üdvözöljük itt a stúdióban, és rögtön adott a kérdés, miért esett a választás az elektromos autóra. Kedves Csokró, jó estét kívánok! Ugye egyrészt a Környezetvédelmi Bizottságot is vezetem. Ilyen módon, természetesen példamutatás is. Nos, itt az elmúlt hetekben nagyon sok kecskemétivel volt módon beszélgetni, és egyebek közt például a globális felmelegedés is témaként felmerült, és hát sajnálattal tapasztalom, hogy általában az emberek azokat a közvetlenül nem tapasztalható negatív jelenségeket, amik a mindennapjaikat nem érintik, ezt nehezen értik meg. Tehát én azt gondolom, hogy például az elektromos autózást is, bármennyire is elsősorban környezetvédelmi küldetése van azért egy ilyen projektnek, talán jobban meg lehet közelíteni gazdasági oldalról. Tehát nálam is két szempont volt. Egyrészt, ahogy ön is mondta, a példamutatás, hiszen egy elektromos autó sem a zajkibocsátás, sem a károsanyag kibocsátás tekintetében a várost egyáltalán nem terheli, és ez a környezetünknek nagyon jó. A hajtóanyag az elektromos áram, amelynek az előállítása akár otthon is lehetséges, de ugyanakkor azt is tudni kell, hogy egy elektromos autóval történő közlekedés az töredéke egy hagyományos robbanó motoros jármű üzemeltetésének, tehát egy nagyon jó pénzügyi befektetésnek is mondható egy elektromos jármű. Igen, de van, aki úgy gondolja, hogy hát még elég kevés az elektromos autó töltő állomás, és talán több kellene itt Kecskeméten. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hát örömmel tapasztalhatjuk, mi elektromos autósok is, hogy egyre több töltőállomás létesül. Tehát azért már szaporodik. Szaporodnak, bevásárlóközpontok parkolójában is elő-elő fordul egyre több helyen ilyen töltőállomás, de itt Kecskeméten is nagyon sok közterületi töltőállomás is van. Egy problémát látok sajnos, ezeknek a töltőpontoknak a használata nem föltétlenül rendeltetésszerű nagyon sokszor. Tehát egyébként le van szabályozva?
hogy ki használhatja, mikor használhatja, meddig használhatja, erről beszélgessünk néhány szót. Jó, ugye a bevásárló központok magánterületén lévő töltőállomásoknak a rendjét, azt alapvetően a tulajdonos, a terület tulajdonosa határozza meg. A közterületi töltőpontoknál, például aki itt a belvárosban, a piac környékén nagyon sokan megfordulnak, vagy például a városi mozi előtti parkolóban is nagyon sok ember megfordul, láthatja, ezeknél a töltőpontoknál ki van írva egy várakozni tilos, ki van helyezve egy várakozni tilos tábla, és alatta van egy feloldó, ami arról szól, hogy elektromos járművel, illetve hibrid járművel töltési időtartamra itt lehet állni, parkolni, pontosabban tölteni. És ugye... Na most, hogyha lemerül teljesen az autó elektromos ügyben, akkor ha rácsatlakoztatja a sportverdáját, akkor az körülbelül mennyi idő? Tehát úgy átlagban, meg gondolom, azért teljesítmény függ a dolog, de így van, mennyi van, körülbelül? Van. Ugye, ez azt kell tudni, hogy ezek a töltőoszlopok nem töltőoszlopok, ebben nincsen töltő, ezek áramforrások. Igen. A töltő a járműve van beépítve. Uh-huh. És járműfajta típus kérdése, hogy mennyi idő alatt lehet egy teljesen lemerült járművet feltölteni. Ezek a közterületi töltőoszlopok jellemzően 22 kW teljesítménnyel képesek tölteni. Ez azt jelenti, hogy egy 22 kW-os töltővel szerelt autót egy másfél órán belül biztos, hogy fel lehet tölteni. De sajnos például az én autóm is olyan, hogy teljesen lemerült állapotában még egy ilyen töltőn is legalább 4,5 óra kell, hogy fel tudjam tölteni. De ez teljesen mindegy is, tehát ez nyilván járműtípus függvénye. Itt egy a lényeg, hogy a jármű vezetője töltési céllal vegye igénybe a parkolót. Uh-huh. Megmondom őszintén, én láttam már olyat, hogy elektromos autó álltott, de nem volt töltőn. Na igen. Most ilyenkor mi újság van? Úgy van. Tehát ugye a várakozni tilos tábla hatája minden járműre vonatkozik ebben a parkoló helyzetben. Kivétel az elektromos vagy plug-in hibrid jármű töltési ideje. Na most, ha egy hiába van zöld rendszáma egy autónak, ha ő egy töltőpontba beáll, és nem tölt, rá pontosan ugyanaz a várakozni tilos tábla hatája vonatkozik, mint hogyha egy robbanó motoros, mondjuk úgy fehér rendszámú autóval állt volna be. Ezt a KRESZ egyértelműen meghatározza, a várakozni tilos tábla esetén a jármű vezetőnek a jármű közelében, vagy esetleg benne kell tartózkodni, és korlátozza az ott tartózkodási időt is 5-6-7 percben, és itt tényleg valóban nem arról van szó, én ma például tegnap találkoztam egy olyan városi terepjáróval, zöldrendszámmal, beállt a töltőparkolóba, és még csak a kábelt se dugta rá a töltőre. Tehát még dekoráció sem volt. Így van, tehát még erre sem törekedett, és szentül meg volt onnan győződve, hogy nem volt hirtelen parkolási lehetőség, beállt. Nyilván vártam is, gondoltam, hogy pár percemből biztos jönni fog. Hát én negyed órát ott álltam az alatt, az alatt nem jött vissza a járműhöz, és ez azért már az én inger küszöbömet is egy kicsit azért átütötte, mert szerettem volna tölteni az autómat. Tehát én nyilván minden autós megérti, hogy a parkolóba beáll, mert hirtelen nincs sehol máshol hely, kiszalad, vesz egy szendvicset, visszamegy, elmegy. Nem gondolom, hogy ezért retorziót kéne alkalmazni, de számos esetben tapasztaltam azt, hogy rajta volt a töltőkábel, a töltőoszlopon lehet látni, hogy a töltés már befejeződött, és még 2 óra hosszan múlva is ott volt ugyanaz a jármű. Szóval ennek a kultúrája... Tehát nem vagyunk toleránsak, és nem vagyunk belátóak, ugye, és empatikusak. Igen. Tehát itt retorziókkal kapcsolatban mit tudunk mondani? Ki bírságolhat, bírságolnak-e egyáltalán, vagy elnye, csak még szokjuk a pályát. Hogy igen, talán ez utóbbi. Azt gondolom, hogy egy városvezetés nem jól gondolkodik akkor, hogyha egyből a büntetést veszi elő eszközként, ezért a városrendészet egy olyan tájékoztató kampányt próbál indítani, amelynek a során az elektromos töltőpontokban várakozó járművek, ha töltött, ha nem töltött, egy kis rövid tájékoztató cédulát kap, amelyen le van írva néhány nagyon fontos gondolat, amire kéri a városrendészet, hogy az elektromos autók tulajdonosai figyeljenek oda. Ezek közül a legfontosabb tényleg az, hogy valóban a töltés céljából álljon be, és valóban töltse az autót, és ne csak alibiből legyen
lett az a töltőkábel, és hogyha az autó föltöltődött, akkor hagyja el a parkolót. Még mindig maradjunk a környezetvédelemnél. Maradjunk. A zöld energia felhasználása szempontjából Kecskemét milyen rangsort képvisel, vagy egyáltalán hogy állunk itt az országos listán térképen ezúttal? Hát ezt így, erre én nem tudok válaszolni, ilyen fajta statisztikát. Mennyire zöldülünk, tessék szívesen? Hát igyekszünk, igen. Tehát számos intézkedést tett a város. Az egyik például, hogy a bizottságunk rendszeresen adatot kér arra vonatkozóan, hogy hány zöldrendszámú, tehát elektromos vagy plug-in hibrid jármű van a városban. 2017. decemberében volt 49, ha jól emlékszem, és 2018. decemberére 124-re emelkedett, tehát közel 2,5-szeresére nőtt az elektromos járművek száma Kecskeméten. Ebben élenjáróak a gazdasági társaságaink is, a Bácsvíz ZRT, a Kikfor Kft. És kimemelném nagy örömmel a Városüzemeltető Kft.-t is, immár a 6 elektromos járművet használunk, és az energia felhasználása elektromos autó az egyik zöld fejlesztés, a másik a napenergia termelésé, napenergia hasznosítására szolgálók is mini naperőművek. Ez szintén a vállalatok is, de a családi házak is alkalmazhatják. Egyre több napkollektort lehet egyébként látni. Egyébként valóban, tehát ez most már azt gondolom, hogy nem csak nekem, aki ezzel foglalkozom, tűnt föl, ez most már a hétköznapi járókelőknek is feltűnik, hogy egyre több napelemet, nem napkollektort, mert a napkollektor az a hőenergiát meleggé alakítja, napelemet, ami úgymond fotovoltaikus, tehát a napenergiát elektromos energiává alakítja. Egyre több ilyet látunk szerencsére, és a városi támogatási programban mind a naperőművek, mind pedig az elektromos autók bizonyos szegmensét támogatja a városi támogatási program. Kicsit konkretizáljuk ezt a támogatást, például lakásügyben. Tehát van nekem egy lakásom, és van nekem egy gázkazánom, de azért én szeretnék valamifajta spórolással élni, mert hát azért a pénztárcám nagyon-nagyon fontos számomra. Így igaz. Könnyíteni szeretnék ezügyben a családi számlán. Nem. Hogyan lehet mindezt megtenni, milyen lehetőségek van, és mennyire segít engem az önkormányzat, hogy zöldüljek. Látja, ön is azért a pénzügyi oldalról közelítette meg, tehát sajnos ez volt nekem is a tapasztalatom, hogy a globális felmelegedés nem jön szembe az utcán. Nem érezzük fenyegetve magunkat általa, hiszen nem látjuk nap, mint nap. Ezért sokan úgy gondolják, hogy nincs is. Viszont, és egy nagyon helyes ez a gondolat, a pénztárca oldalról sokkal könnyebben meg lehet fogni ezt a kérdést. Én magam is nagyon sok embernek adtam már tanácsot, és hát van egy nagyon kedves, hát ez egy kis személyes történet, van egy nagyon kedves választópolgárom, Talfajában lakik, és klímával történő fűtést említettem neki, mondjuk úgy, hogy rábeszéltem, és nagyon sokszor fölhívott telefonon, hogy így rossz az út, segítsek már neki, ugye a külterületeken ez mindig probléma, volt is, meg lesz is egyébként, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt meg lehet oldani. Na a lényeg az, hogy az elmúlt 3 évben, amióta ott van a klímás fűtése, még soha nem hívott föl, hogy ne azzal kezdje, hogy drága Gyurikám, áldom a nevét, amikor fölhívom telefonon, mindig arra gondolok, hogy milyen jó, hogy hallgattam önre. Arról van szó ugyanis, hogy a klímaberendezések a hőszivattyús elven működnek, és az egyik legolcsóbb hőszivattyú a klíma. Tehát egy fűtésre is alkalmas klímaberendezést már gyakorlatilag 100.000 forinttól meg lehet venni, és természetesen ettől vannak sokkal komolyabb hőszivattyús fűtési rendszerek, de ezek akár a 4-5-6 millió forintos befektetési költséget is elérik, ám de egy klímaberendezés, amellyel írtózatosan hatékonyan lehet fűteni, és ez ugye azon is meglátszik, hogy nagyon olcsó a klímával történő fűtés, ezért ez megújuló energiának minősül a klímával történő fűtés. Az áramszolgáltató úgynevezett H-tarifás mérőóra biztosításával segíti ezt, ösztönzi a szolgáltató is. A H-tarifás mérőóráról üzemeltetett klímaberendezés fűtési időszakban, remélem pontos számot mondok, 40 forint helyett 23 forint kilovattóránkénti. Hát ez tetemes. Ez tetemes, így van. És a bizottság pedig annyival járul ehhez hozzá, hogy ennek a háttarifás mérőórának a szerelési költségét és a hálózat kiépítési költségét lehet megpályázni a városi támogatási programon keresztül. Ugyanis ezt a háttarifás mérőórát, ezt bonthatatlan módon kábelezik ki a klímaberendezéshez, és természetesen ez a kedvezmény, ez április
október 15-től április 15-ig, tehát fűtési szezonban érvényes. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a sok hasznos információt, remélem, hogy nagyon sokan megfogadják ezeket a tanácsokat, és féltik a pénztárcájukat is, és minél zöldebbek leszünk. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ha itt a május elseje, akkor biztosak lehetnek az állatkertek szerelmesei abban, hogy a kecskeméti vadaskert is kirukkol valamivel. Nincs másképp idén sem, különféle érdekes, izgalmas programokkal készültek a szervezők. Molnár Háboglárka kollégánk majdnem pánikba esett, amikor a kígyó a nyakára tekeredett. Baj nem történt, és a vadaskerti hangulatból tökéletes ízelítőt kapott kollégánk. Egy picit elkezdett rajtam itt kúszni, szerintem biztonságba akarta magát helyezni, vagy támaszkodni akart volna a nyakamon, de egyébként nem kell félni a kecskeméti vadaskert kígyójától, mert egyébként nagyon nyugodt is, bátran a kezünkbe, vagy akár a nyakunkba is bele lehet tenni, és hogyha itt van május 1-e, akkor az állatkertek szerelmesei is biztosak lehetnek abban, hogy a kecskeméti vadaskert is kiötöl valamit. Nincs ez másképp idén sem, most is izgalmas, érdekes programokkal készültek a szervezők. Ilyenek például azok a látványetetések, amelyek során nem csupán az állatgondozók adnak enni például az örvös medvéknek, vagy éppen az ázsiai vidráknak, hanem maguk a látogatók is megetethetik például a lámákat, vagy éppen a csacsikat. És hát a kecskeméti vadaskert méltán híres arról is, hogy az úgynevezett nem szeretem állatokat testközelbe hozzák, és nem csupán kígyót, hanem rágcsálókat és madagaszkári bütykös csótányt is tapogathatnak. És itt van velem Tokovics Tamás, a kecskeméti vadaskert ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, ön is hozott egy nem szeretem állatot, mit kell róla tudni? Természetesen nagy szeretettel várjuk mi is a vendégeket, és az egyik valóban különleges programunk az, hogy ezeket a nem szeretem állatokat, csótányokat, tehát a rovarokat, a rágcsálókat testhöz közelbe hozzuk a vendégeknek, lehet őket simogatni, kézbe venni, és rögtön kiderül, hogy nem is olyan szörnyűek ezek az állatok, akik nap mint nap körülöttünk élnek. Én említettem már néhány programot, de nézzük, hogy pontosan mi is várja még a vendégeket. Amint ahogy már ön is említette, a szokásos látványetetések, ahol különböző állatokat etetünk, mi is, a gondozók is, és akár a gyerekek, akár a vendégek is. Ezen kívül természetesen a gyerekeknek május 1-én színes arcfestés lesz, illetve egy különleges állatbemutatóval is várjuk a vendégeket, ahol egy külső meghívott vendégünk állati jó bemutatót tart olyan állatokkal, amik egyrészt körülöttünk vannak, tehát a természetben kevésbé látni őket, de azért körülöttünk élnek, és ezekkel különböző gyakorlatokat végez, és különböző bemutatókat tart. Említsünk ebben az állati jó bemutatóban egy párat, amit tényleg elhoztak ide a vendégeknek. Például, amit nagyon kevesen látnak, a borzót bemutatja ez az ember, és amellett kutyákkal, rókákkal is ismerkedhetünk. Bemutatja, hogy nem is olyan, ők se olyan szörnyűek, tehát attól függetlenül, hogy vadállatok, azért szelidíthetőek, különböző mutatványokat is el lehet velük végezni. És mindenféleképpen meg kell említeni pár szenzációt, ugyanis sorra születnek az új jövevények. Bővül a kecskeméti vadaskert családja, mint most tegnap is mi történt. Igen, a tavaszi időszak az nálunk mindig a baby boomot jelenti, és most már lehet azt mondani, hogy az idén szinte az ünnepekhez kapcsolódóan, hiszen húsvét előtt egy nappal született a kis lámánk, a kis fehér lámánk, tegnap pedig május 1-e előtt egy gyűrűs farkú ikerpár született. Ők várják az ide látogatókat. Egy kiemelkedő tehetséggel rendelkező kínai kisfiú tanul a kecskeméti Kodály Zoltán iskolában. Ray Youngot muzikalitása és kitartó szorgalma napról napra előrébb viszi álmához, hogy világszinten elismert zongorista legyen. Ezt a darabot játszotta Rain Young Joshuán a 15. alkalommal megrendezett országos zongoraversenyen Nyíregyházán. A kínai származású diák a Kodály Zoltán Énekzenei Iskolában tanul, és kiemelkedő tehetségével több versenyen is képviselte már iskoláját. A Nyíregyházi Zeneiskolai Zongoraverseny 3 évenként kerül megrendezésre, ez már a 15. volt a sorban. Ezt megelőzi az országos döntőt egy területi válogató, ahol 3 megye
tanítványi növendékei mérik összetudásukat. Ebben az esetben Csongrád, Békés és Vászkiskun megye növendékei. Rén a 60 pontból 57 ponttal jutott be az országos döntőbe. Rény tehetségére 2017 év elején hívta fel az iskola igazgatója Seres József zenetanár figyelmét. A zongoraoktatás a szülői beleegyezés után már márciusban elkezdődött. Rén a közös munka elkezdése után már fél évvel fantasztikus eredményeket ért el. Első versenyén a Bács-Kiskun megyei zongorista találkozón korcsoportjában kiemelt nívódíjat kapott, majd egy év múlva ugyanezen elismerés mellett külön díjban is részesült. A Nemzetközi Zongora Fesztiválon is kiemelkedően teljesített. A márciusban megrendezett országos versenyen a résztvevők tudásának, felkészültségének és életkorának megfelelő előadó művészi képességet értékelte a zsűri. A versenyen Rény harmadik díjat nyert. Ez az eredmény az ő esetében egy nagyon kiemelkedő díjazás, hiszen ő csak két évet tanul, és ilyen rövid idő alatt ilyen nagy utat megtenni, az ritkaság számba megy. Tehát ez az ő képessége és a kitartó szorgalma eredménye. Rén muzikalitása mindkét szülei vonalról örökölhető volt. Nagypapája a kínai tradicionális népi hangszert, a gokin gyártja, és játszik is rajta. Édesanyja pedig kodály módszert és zongoraoktatást tanít itthon és Kínában is. Rén tehetségére a szülei számára az egyik zeneórán derült fény. Nagyon kicsi voltam, vagy 2 vagy 3 éves voltam, hallgatta az anyukáját a zongorát, tanítja a zongorát, és otthon ő anyuka tanítja a többiek a zongora, vagy énekel. Én hallgatta a sok diákot, és valamelyik diák nagyon hamis volt, és én kimondtam, hamis. A kínai kisfiút kiemelkedő tehetsége és kitartó szorgalma napról napra csak előrébb viszi. Rén elmondta, hogy legnagyobb álma, hogy világszinten elismert zongorista váljon belőle. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, melyben hétvégi programokat ajánlunk. Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló műsora, melyben erre a hétvégére is izgalmas témákkal jelentkezünk. Tartsanak velünk! Szombat délelőtt kutyás játszóházi foglalkozás lesz a Híres Agóra Kulturális Központban, a Csigabiga Mozgás és Képességfejlesztő Alapítvány terápiás kutyáival. A foglalkozások során lehetőség nyílik játékos, ismeretterjesztő mozgás és képességfejlesztő feladatok formájában együtt játszani a terápiás kutyával és felvezetőjével. A foglalkozás többek között a kutyától félő gyermekek félelmének oldására is hasznos lehet. A rendezvényre óvodás és kisiskolás korú gyermekeket várnak 10 és 11 óra között. A kutyás játszóházat Olá Judit óvodapedagógus, habilitációs kutyakiképző vezeti. A foglalkozás díja 1000 forint. A rendezvényre előzetes bejelentkezés szükséges. A terapiaskutya.kecskemét@gmail.com e-mail címen, vagy a 0630 33 83 047-es telefonszámon az életkor megjelölésével. Szombaton ismét várja a gyermekeket a Szóra Katénusz Játékmúzeum és Műhely. Május első hétvégén 10-től 12 óráig, valamint 14.30 és 16.30 között kézműves foglalkozásokra hívja a vendégeket. A gyermekek egy igazán különleges tárgyal ajándékozhatják meg édesanyjukat anyák napjára. Kasírozott papírszív készítésére lesz lehetőség. Felelhető. 145 év történelem a Serfőző utcában. A Cédrusnet Kecskemét Egyesület Mesélőházak Mesélőkonyhák Kecskeméten címmel civil kutatási programot indított, melynek keretében 13 civil kutató tudományos igénnyel feldolgozta családi házának, lakásának történetét.
Csuti Lajosné Lázár Zsuzsanna a megtartó hagyományok őrzője a 21. századi Kecskeméten. Egy átalakuló nagyvárosban keveseknek adatik meg, hogy abban a házban élnek, amelyikben születtek. A bemutatott lakóház és a család történetén keresztül a korabeli Kecskemét élete is megjelenik előttünk. A kitűnő levéltári forrásadottságok kutatói szerencsének is tekinthetők. A családi örökség megbecsülése, a fiatalos lendület és a szorgalom azonban Csuti Lajosné érdeme. Az előadás a Katona József Emlékházban lesz pénteken 14 órától. Anyák napja lesz a Vadaskertben. Vasárnap a Kecskeméti Vadaskert izgalmas programokat kínál. 10:30-11 között az örvös medvék, a makákok és a csacsik látványetetésére várják a látogatókat, míg 11:30-től kígyósi magatásra invitálják a legbátrabbakat. Délután sem maradnak programok nélkül, főszerepben lesznek az állatok és a gondozóik. 14:30 és 15 óra között ismét látványetetésre várják a családokat. Ekkor a víziteknősök, az ázsiai törpevidrák és a lámák etetése lesz megtekinthető. A nyuszi és az állatsimogató egész nap nyitva áll a látogatók részére. Anyák napja alkalmából 2019. május 5-én vasárnap az anyukák 800 forint, a nagymamák 300 forint értékű kedvezményes jeggyel látogathatják az állatkertet. John Elizabeth Stanley. Special branch. A festői angolfaluban élő idős hölgy Joan ajtajában egy nap megjelennek a belügyminisztérium munkatársai, és hazaárulással vádolják meg az asszonyt. A kihallgatása során Joan visszaemlékszik egyetemi éveire a 30-as évek Cambridge-ében. Viharos szerelmeinél csak az atombomba kifejlesztésében való részvétele volt izgalmasabb. Több mint egy fél évszázaddal ezután napjainkban derül csak ki, hogy a titkos egyetemi laboratóriumból valaki információt juttatott el a Szovjetunió kémeinek. Vajon olyan ártatlan-e a szelíd nyugdíjas könyvtárosnő, mint ami ennek tűnik? A film megtörtént események nyomán készült, megtekinthetik pénteken, szombaton és vasárnap 18 órakor az Otthon moziban. Röplabdásaink számára véget ért a bajnokság, kézilabdásaink és megye 2-es labdarúgóink idegenben játszanak a hétvégén, de azért akadnak sportesemények itthon. Múlt héten Debrecenben újabb bravúr győzelmet aratott Forrai Gábor csapata, 2-2 az idegenbeli mérlege a középszakaszban. A KTL Dunaszfalt idegenbeli mérlege makulátlan maradt, a későbbiekben ez a siker még nagyon sokat érhet. Az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság középszakasz középházának 6. fordulójában a Kecskemét azzal a Kerámia ZTLKK csapatát fogadja a Messzi István sportcsarnokban. Márko Gyereszimovics, a KTL játékos elmondta, az előző meccsünkön nagyon jól játszottunk, leginkább a védekezésünket emelném ki. Bízom benne, hogy ezúttal is hasonló szinten fogunk teljesíteni. Ebben az esetben biztosan megnyerjük a találkozót. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Vasárnap egy pikáns, rengeteg szép emléket is felidéző párharcra kerül a sor a Széktói stadionban. A Kecskeméti TE a Budapest Honvéd tartalék együttesét fogadja. Hogy milyen szép pillanatokat is idéz számunkra ez a párosítás, azt a statisztikák támasztják alá leginkább, hiszen nem túlzás azt állítani, hogy a kispestiek ellen a legimponálóbb az NB1-es örökmérlegünk. Összesen 9 alkalommal vertük az élvonalban a Honvédot, emellé 4 döntetlen társult, egyetlen vereségünket 2015 tavaszán, utolsó fellépésünkön szenvedtük el idegenben. Ami a jelent illeti, a Pizont István irányította Tarcsi stabil együttesnek számít az NB3-ban. Igaz, az utóbbi hetekben alaposan elveszítették a fonalat, zsinórban 4 vereség után érkeznek hozzánk, míg a KT utóbbi 3 hazai találkozóját kapott gól nélkül húzta be a Széktóiban. Ősszel a kispestiek bizonyultak jobbnak, sokat ér számukra az akkor visszajátszó Dávid Nog, aki a Hajrában nyerte meg a meccset egy fejessel. A meccs vasárnap 5 órakor lesz a Széktói stadionban. Múlt héten a Gyöngyös ellen játszott idegenben a Szkorgol Kecskeméti Futsal Klub. Az odavágón, bár a találkozó végeredménye 3-3 lett, idegenben sikerült revansot venni. 8-2-re győztük le a tabella 6. helyén álló Gyöngyöst. Így egy lépéssel közelebb kerültünk a célunkhoz, a dobogóért zajló csatában.
Az élenjáró FTC bebiztosította a bajnoki győzelmét. Csapatunknak 6 mérkőzést követően van 3 győzelme, 2 döntetlen és 2 vereség mellett. Jelenleg a második helyen állunk a tabellán. A bajnokságból 3 forduló maradt. Nagyon fontos meccset játszik hétfőn a Szkorgól. A férfi futszál MB2 keleti csoport felsőházi rájátszás 8. fordulójában. A tabella 3. helyén álló Csenger futszál látogat hozzánk. Ellenfelünknek 2 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség a mérlege a rájátszásban. A két csapat közti különbség 4 pont. A meccs hétfőn 20 órakor lesz a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak kedvező programot. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Lakókocsi fordult keresztbe csütörtökön kora délután az M5-ös autópályán. A balesetben 2 ember megsérült, az érintett útszakaszon teljes pályazár volt életben. Kecskemét az autótolvajok második legkedveltebb városa. Budapest után nálunk történt a legtöbb autófeltörés, autólopás 2018-ban, derül ki a prevenciós bűnözés statisztikai adattárból. Kiválóan sikerült az új helyen megtartott majális Kecskeméten. Az ünnepi felvonulást követően a Benkó Zoltán Szabadidő Központ megtelt látogatókkal. Bolondban lakók lepték el Kecskemét főterét csütörtökön. A végzősök vicces jelmezekbe bújva önfeledten búcsúztatták középiskolai éveiket, megmosolyogtatva a járókelőket is. Kedden este tartották a híres kecskemétiek pódium beszélgetés sorozat áprilisi rendezvényét. Kriskó János ezúttal 4 a maga területén komoly sikereket felmutató helyi polgárral beszélgetett. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kiemelő magazinunkat a kecskeméti.tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!